Sokszor elhangzik az a megjegyzés, hogy a politika az alantas, a politika az a mocskoknak a tudománya, a politikával, ha az ember meg akarja őrizni a mentális egészséget, akkor igazából nem érdemes túl sokat foglalkozni, és én ezzel mélységesen nem értek egyet. A politika, amennyiben alantas, akkor az azért alantas, mert hagyjuk, hogy az legyen ha a politikusok korruptak, akkor az azért van, mert hagyjuk, hogy korrumpálódjanak, és hogy ellopják a közpénzeinket. Ha a politika nagyon alacsony szellemi színvonalon folyik, az azért van, mert akik ezzel foglalkoznak, azok bizony leszállították a színvonalat egy nagyon alacsony intellektuális nívóra, és mi ezt hagytuk nekik. Ha a politika a nagyon érzelmi, zsigeri énünket akarja megszólítani, az azért van, mert az ezzel foglalkozó embereket hagytuk, hogy ilyetén módon tematizálják és helyezzék narratív keretbe a mi közös ügyeinket. Sokan azt érzik, hogy a politikával való foglalkozás kimeríti őket, idegesek lesznek tőle, és sokszor el kell vonulniuk, pihenni, és másféle tartalmakat, másféle híreket fogyasztani, vagy teljes mértékben megvonni magukat ezektől a fajta hírektől tartalmaktól. Nos, én ezt a fajta működésmódot teljes mértékben megértem, de mégis arra kapacitálnám az embereket, hogyha nagyon heves érzelmeket generál bennük a politika, vagy nagyon furcsa reakcióik jönnek a egyes politikusoknak a megnyilvánulásaira, akkor gondolkozzanak el, hogy ez miért lehet. Miért vált ki bennük ilyen hihetetlen dühöt, haragot, felháborodást, szorongást, vagy kellemetlen érzéseket és inkább próbálnak azokkal az érzésekkel foglalkozni, ami bennük keletkezik ezáltal. Sokan úgy vannak vele, hogy túltelítődnek néha a politikával, és akkor másféle kulturális jellegű tartalmakat kell fogyasztaniuk, de itt jegyezném meg, hogy a politika is a kultúránknak a része. És amilyen magas nívon, vagy alacsony nívon műveljük a politikáról való beszédet, annyira értelmezhető ez magasabb vagy alacsonyabb kulturális színvonalon. Na de, a Tilos Rádion van egy általam nagyon kedvelt rádióműsor, a harmadik utas, amely teljesen politikamentesen szokott spirituális, kulturális, környezetvédelmi, akármilyen intellektuális témákkal foglalkozni, szigorúan politikamentesen, ha jól tudom, a műsorvezetők azok, hát kapcsolatot ápolnak a buddhizmussal, nagyon felvilágosult emberek, hihetetlen okos emberek, és azt látom az ő műsorvezetési alapvetésükön, hogy politikával nem szeretnének foglalkozni, ők egy ilyen alantas dolognak vélik a politikát, és ők ezen felülemelkedve a számukra fontos dolgokkal Szoktak foglalkozni, ezeket tematizálják, ami szerintem teljesen oké okay dolog. Nem kell mindenkinek politizálni, egyáltalán nem kötelező részt venni a politikai diskurzusban, ez oké. Okay. Van még egy ilyen podcast, a Mindenségit Podcast, ami szerintem egy nagyon magas színvonalú podcast. Nagyon jó a két műsorvezető, tök jó vendégeket hívnak, nagyon jó beszélgetések kerekednek ki ezekből a találkozásokból, de azt veszem észre, hogy ők is. Kínosan kerülik a politikát. Kínosan, kínosan kerülik a politikát. És ez egy nagyon érdekes dolog, ez igazából csak Magyarországra jellemző. Hogy a kulturális és az intellektuális témákkal foglalkozók nagyon sokszor úgy tekintenek a politikára, mint egy alantas, kerülendő és alacsony szellemi színvonalú dologra, és ezt próbálják még akkor is kínosan elkerülni, amikor igazából politikáról beszélnek. Na és, hogy kapcsolódik ez a mai témához? Hát úgy, hogy egyik nap hallgattam a harmadik utasnak a friss adását, amiben az általam nagyon-nagyon tisztelt Lár Andrással beszélgettek. Lár András ugye azt lehet mondani, hogy egy buddhista filozófus, egy elképesztő kultúrember, egy elképesztően humoros figura, aki így minden egyes interjúban, ha szóba jön a politika, akkor egy-egy mondattal, kifigurázva a politikát, elmondja azt, hogy ő felülemelkedett ezen a politikai diskurzuson, ő nem foglalkozik ezzel, ő nem mérgezi a szellemét ezzel, és a, a mentális egészségét nem akarja megkárosítani azzal, hogy politikával foglalkozzon. Szerintem ez egy nagyon rossz hozzáállás a dolgokhoz, de teljesen megértem. Én teljesen értem, hogy valaki miért gondolkodik így erről, de akár lehetne egy magasabb szellemi színvonalon is diskurálni a politikáról, és ha valami célja van az én videócsatornámnak, akkor valami hasonló. Na de, miért is hoztam be ezt az adást? Hát azért, mert nagyon érdekes dolgok hangzottak itt el ebben, és nem is szaporítanám tovább a szót, nézzük meg, hogy Lár András hogyan akadt ki teljesen, amikor szóba jön a politika, hogy kezdett el buddhista módon ordibálni. A harmadik utas című műsornak a szellemi színvonalát már az is nagyon jól mutatja, hogy mit választottak borító képüknek, ugye ezt az elképesztően csodálatos festményét Hieronymus Bosnak, vagyis a középső paneljét, ami hozzám is nagyon közel áll, ez a második kedvenc festményem a világon, na de nézzük meg, hogy mi is hangzott el Lár Andráséktól. Mm -hmm én kömben nagyon bele kombinálva érzem a mostani világ folyamatba az ilyen szélsőséges dolgokat. Tehát nagyon felfokozódott az a turbulencia, ami régebben nem volt ennyire nagyon. Mondjuk évtizedekkel ezelőtt, olyan, még azt ismerem mondani, hogy lassabb volt a világ konkrétan nem mentek ilyen gyorsan a dolgok benne, és nem volt. Igen, én a 90-es években nőttem fel, és azt lehet mondani, hogy még ahhoz képest 20 év viszonylatában is nagyon-nagyon felgyorsult a világ, a technológiai szingularitásnak hála, az internetnek, stb. stb. Lehet itt most bumerkedni, hogy jaj, nagyon felgyorsult a világ. Igen, felgyorsult. Ebben a felgyorsult világban kell néha lecsendesíteni az elmeinket, ebben kell megtalálni a boldogságunkat és az érvényesülésünket. Na de hogyan lehetséges ez a mindennapi politikával átítatva? Szerintem lehet, na de hallgassuk tovább a beszélgetést ennyire szélsőséges a kilengés. De olyan szinten, hogy a földanyának a szintjén is már, ugye, hogy most a földanya szerintem készül lefingani magáról az emberiséget. Hát és ez egyre erősödik, ez a, ez a hatás, hogy már, már mindenhol földrengés, meg eltörik a föld, mindenhol van valami cunamiszerű bármi. Tehát ez most egy világfolyamat. Ez direkt van, szóval úgy értem, hogy a szükséges, az elképzelt, de nem emberek, hanem a a jó Isten által elképzett változásokhoz szükség van ekkora nagy turbulenciákra. Én ezt gondolom. És a magánéletekben is ezt érzem, hogy az embereknek a személyes élete is pontosan ugyanígy változik, pontosan ugyanígy szempontváltás történik. Máshonnan kezdünk nézni a világba. És bizony ebben benne van a szeptember 11, mert az, hogy a amikor én gyerek voltam, az én világképem az egy stabil valami volt. Volt benne egy anya, egy apa, egy rendes tanítónéni, volt ilyen, hogy uzsonna szünet, volt ilyen, hogy... Igen, ha már 9-11-nek az apropóján kerül be a képbe a világ megváltoztatása, akkor én nagyon tudom ajánlani Szlavoj Zsizseknek az eszét, amiben arról beszél, hogy a történelmi változások azok mindig először egy tragédiaként elevenednek meg, és utána annak a tragédiának a bohózataként játszódik újra, és így ismétli magát ezeket a mintázatokat újra és újra a történelem. First as a tragedy, then as a farce. Így szól az eredeti címe az eszének, először tragédia, aztán bohózat. Ez az eszének a címe, és az eszméletnek valamelyik számában meg is található ez, illetve mint melléklet hozzácsatolják az eszméletnek. Azt hiszem a 32. számához, vagy valamelyikhez érdemes utána nézni. Nagyon jó eszé. És arról beszél ebben az eszében egyébként Zsizsek, hogy reflektálva egyébként Fukuyamának a történelem vége elméletéhez, hogy a történelem végének vége szakadt először a 2001. szeptember 11-es tragédiával, aztán ez a tragédia újra játszódott, mint már egyfajta bohózat 2008-ban a pénzügyi világválsággal. És akkor ez az a folyamat, amely a fukuyamai liberális intézményrendszernek a győzelmét, vagyis a történelem végét lezárta, és ezáltal a történelem végének vége szakadt, és egy új világ jött el 2008 után, amelynek a folyamatait ugye ma is nyögjük. Ennek hátán erősödött meg a szélső jobb. ugye azt lehet mondani, hogy a, a fasizmusnak az előretörése az mindig a kapitalizmusnak a válságából adódik, ebből adódik ugye az a végtelenül nagy politikai populizmus is, és ennek lett az eredménye Donald Trump is. Na de, vissza a beszélgetéshez délutáni lecke, szóval érted, volt egy rendszer, amiben én beleszülettem, amiben rendbe mentek a dolgok, és a szeptember 11-jel már világ szinten kiderült, hogy nem nem mennek rendben a dolgok, mert vannak olyan emberek, akik megmerik csinálni azt, hogy 500 ember dögöljön meg az ő agyrémük miatt. Ez a helyzet. És aztán, ami most meg az egész háború gyerekek, amit Ukrajnába megy, az orosz és ukrán és a egész nemzetközi téven, hát azt kikérem magamnak folyamatosan újra és újra, hogy ezt nem szabadna csinálni, mert rég abba kellett volna, hogy el kellett volna kezdeni. Ez egy olyan háború, amit el kellett volna kezdeni. És már rögtön abba kellett volna hagyni. És még mindig folyik. Még mindig döglenek. Még mindig ember, sokaság, ezrek halnak meg, ilyen ártatlan, szerencsétlen hülyék, ilyen kis fiatal, kis valaki, ilyen kis 20 éves, 19 éves kis valaki egyetemista. És az, 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 az fek, hogy robbanjon. Hát kinek ez ráfér a pofájára, az menjen el a legsötétebb helyre. Abszolút. Azt gondolom, hogy Lárándrással itt nincsen ember, aki ne értene egyet. De azt mondja ugye Lár András, hogy ezt a háborút el sem kellett volna kezdeni, de ha már elkezdődött, akkor azonnal minél előbb abba kellett volna hagyni. Abszolút. Senki nincs ezzel, aki vitatkozna. Azonban ki tudja abba hagyni a háborút? Hát ugye az, aki elindította. Viszont ha az az ember, aki elindította a háborút, nem akarja abba hagyni a háborút, akkor hogyan lehet befejezni a háborút? Hát úgy, hogy vagy az ember enged az ő kívánalmainak, vagy nem enged és ellenfeszül. Karl von Clausewitz a háborúról című örökérvényű alapvetésében azt mondja, hogy a háború az a politika folytatása más eszközökkel. Így, ha politikai eszközökkel nem sikerült Putyint egy olyan helyzetbe kényszeríteni, vagy egy olyan helyzetet előállítani, hogy ő ne akarja elindítani a háborúját, akkor az ő megváltozott keretrendszere szerint a háború körülményei adnak arra lehetőséget, hogy megakadályozzuk, hogy beszüntessük ezt a háborút. Vagy persze lehet azt csinálni, hogy ha már politikailag nem sikerült megakadályozni Putyint, hogy háborút indítson, ezért ő kiterjesztette a politika eszközeit, a háború eszközeivel, mi mondhatjuk azt, hogy visszalépünk egyet a politika eszközeibe, azonban akkor nagyon komoly engedményeket kell tenni neki a politika terén. Ezt persze meg lehet tenni, és erre nagyon sokan kapacitálják Ukrajnát, de az látszik, hogy az ukrán emberek ezt nem akarják. Nem akarnak engedni az agresszornak. És a világpolitika felelős vezetőin is az látszik, hogy nem akarnak precedens teremteni azzal, hogy engednek az agresszorral, ugyanis akkor az a teljes világrendnek a megbomlását eredményezi, bárhol akkor a világban előjöhetnek olyan agresszorok, akik azt látják, hogy nem politikával kell elérni a céljukat, hanem Háborúval, fizikai agresszióval is lehet eredményeket elérni. És azt gondolom, hogy ha a putyini agressziónak területszerzés lesz az eredménye, vagy legalább részeredményeket tud elérni az orosz elnök, akkor az egy olyan rossz precedens teremt, amire kedvet kaphatnak egyéb autoriter vezetők is. De lárandrás, mint jó buddhista azt mondja, hogy őt ez az egész nem érdekli, a politikának és a háborúnak ez a fajta bonyolultsága őt nem érdekli, ő csupán azt akarja, hogy a következő pillanatban ne haljanak meg emberek. Ez szerintem egy védhető álláspont, de nem vesz tudomást a világunknak a komplexitásáról. Ugyanezt mondja a Vatikán is. A Vatikán azt mondja, hogy ő csupán annyit szeretne, hogy ne. Halljanak meg emberek, legyen vége a háborúnak, legyen béke. A pacifisták is ugyanezt mondják, és ezt az olyan kapituláció párti politikusok, mint Orbán Viktor fel tudja használni, hogy a saját Alantas politikai állásfoglalását meg tudja támogatni ezekkel a spirituális emberekkel, mint a pápa, vagy mint Lár András, ahogyan ez meg is történt. Orbán Viktor nagyon sokat hivatkozott a pápára, hogy csak ő és a pápa áll a béke pártján, és az index is nagyon sokat hivatkozott Lár Andrásnak erre a fajta nagyon humánus, nagyon emberi megszólalására. De azt kell érteni, hogy és ez most egy nagyon erős kijelentés lesz, hogy a pacifizmus az gyakorlatilag az agresszornak a megtámogatása egy ilyen kiélezett politikai és háborús helyzetben. Ezt már a fantasztikus gondolkodó és éles látó George Orwell is megírta 1942-ben. George Orwell azt írja egy levelezésében, hogy aki abban a történelmi helyzetben pacifista, vagyis nem hajlandó neki feszülni az agresszornak, az gyakorlatilag a fasizmusnak a megtámogatója. George Orwell azt mondja, hogy egy háborús helyzetben a pacifizmusnak a propagálása az gyakorlatilag társ, utas, háború pártiság, báború bápiság. Ez egy nagyon erős kijelentés, de én egyet kell, hogy értsek ezzel. Fentartva azt, hogy szerintem ez egy legitim, nagyon humánus, nagyon spirituális hozzáállás, és semmiféleképpen nem vitatnám el ezeknek a jóhiszemű, felvilágosult, vallásos embereknek ezt a fajta álláspontját, mint Lár András és mint a pápa. Na de hallgassuk tovább. Ott hagyta abba Lár András, hogy aki háborúzik, vagy ahol háború történik, azok az emberek menjenek el a legsötétebb helyre, én ezzel egyetértek, én ezeket a legsötétebb helyeket börtönöknek nevezném. Hát egyáltalán ja, az, az a nagy kérdés számomra, hogy hogy ennyi kulturális fejlődéssel, ami az emberiség mögött van, mondjuk az elmúlt pár ezer évben, miért háborúzunk még? Ugye? Nemrég beszélgettem egyébként. Mert soha nem történt más az emberiség történelmébe, mint hogy háborúzott volna nagyon nehéz olyan korszakokat, olyan éveket akár megnevezni, amikor az emberek nem háborúztak egymással. Egyébként pont egy ilyen időszak volt a 20. századnak a hidegháborús időszaka, amikor a második világháborút lezárandóan, ugye, felléptek ott az emberek az agresszorral, a fasizmussal szemben, és ezt követően létrehoztak egy olyan katonai szövetséget, amely megakadályozta azt, hogy újabb háborúk robbanjanak ki. Ez a NATO. Erre jött létre a NATO, egy védelmi szervezet, ami nagyon sokáig biztosította azt, hogy ne lehessen Európában háború. Ez a világ történelmében létrejött leghosszabb katonai védelmi szövetség. Ilyen hatékony, és ö, történelmi léptékben hosszú védelmi szövetség még nem jött létre a történelemben, és ez szerintem egy fantasztikusan érdekes, és fantasztikusan kívánatos dolog. A NATO tehát szerintem király. No de az ember a Pleistocén kortól kezdve az orosz-ukrán háborúig folyamatosan háborúzik, csak az a kérdés, hogy ugye milyen kiterjedten, milyen fejlett technológiával teszi ezt, és milyen intézmények, rendszereket hoz létre ahhoz, hogy megakadályozza ezeket a háborúkat. Az a helyzet, hogy az intézményrendszer és a technológia is fej -fej mellett evolválódik folyamatosan, és egyre hatékonyabb fegyverekkel háborúznak az emberek, viszont ennek hatására egyre fejlettebb, egyre kiterjedtebb intézményrendszereket is hoz létre az ember, hogy ezt elkerülje. Ez egy nagyon érdekes folyamat, de szerintem az a fajta álláspont, hogy jaj, miért háborúznak még az emberek, és egy ilyen hamis visszarévedésbe ringatva saját magunkat, hogy jaj, hát régen, meg bizonyos korokban, meg bizonyos területeken voltak emberek, akik nem háborúztak, az szerintem egy fals álláspont, és egy hazug. Soha nem volt egy olyan aranykora az emberiségnek, amikor ne háborúzott volna, és csak békében egymás mellett éltek. Voltak létrehozva olyan intézményrendszerek a múltban is, a történelemben, ami meggátolta az embereknek ezt az alantas ösztönét, és akkor nem tudtak háborúzni, mert nem volt kifizetődő. De amint jutalmazó rendszerként ott van a háború, akkor az ember háborúzni fog, mert ilyen az emberi természet. Egy, most lesz Magyarországon a Sakk Olimpia, és szervezőkkel beszéltem, és kértem őket, hogy erősítsenek meg, hogy tényleg volt-e olyan régen, hogy, hogy perzsák mondjuk csatát döntöttek el sakban, és mondták, Azt hogy sajnos ők nem tudnak róla. Nem nagyon. Egyen? Pedig az nekem egy ilyen nagy álmom volt. Azt lehet tudni, hogy volt olyan, hogy a seregeket nem ütköztették, hanem egy-egy ember harcolt egymással. Igen, igen. Hogyha... Dávid és Góliát. Igen, tessék. Dávid és Góliát. Vagy, vagy, vagy a Sziget, Szigetvárnál volt egy ilyen nagyon híres ütközet, ahol egy olyan, olyan török állt ki a párbajra, akinek nagyon-nagyon sok személyes Ilyen párba győzelme volt, és senki nem volt hajlandó felvenni vele a küzdelmet, és ezt az egész történet nagyon szépen Balbási Albert László le is írja. Aki, aki kiált vele szembe, az egy, az egy székes rác volt, egy Dózse György nevű székes rác volt, és akkor először kibillentette a lovából, és aztán meg lenyeste azt a karj, karját, amivel föl akarta venni a kordot. És ha megnézitek, vagy a szabját, ha megnézitek a Szigetvári címert, akkor ott van benne ez a levágott kar. Tényleg? Hát, hogy akkor a igen, ezek tök jó legendák, tök jó dolgok, ha kiemeljük így a világtörténelemből, de hát nézzük meg, hogy ezek után a nemesi, egy az egyben megvívott háborúk után, hát mi történt azokkal a hadseregekkel, mi történt azokkal az energiákkal, amivel a háború szélére sodorták a hadvezérek és az ország vezetői a saját országokat, hát az történt, hogy utána így vagy úgy egy, kettő, öt éven belül felhasználták azokat az energiákat, becsatornázták máshova, és máshol háborúztak, ahol több száz, több ezer ember halt meg. Ezek a kiragadott példák nem mutatják be azt, hogy milyen kultúráltan háborúztak régen az emberek. Ilyenkor soha nem volt, ilyen hamis aranykorba szerintem nem érdemes visszalévedni akkor még ez ez még lehetséges volt, és még Igen. azt mondom, hogy, hogy nem, hát ez egy érdekes dolog. Tehát ez milyen lenne, hogy nem tudom, egy ilyen, egy ilyen oktagomba kiáll egy egy orosz egy ukránnal, és megküzdenek egymással. És, és utána betartják a azt, ami történt. És utána betartják, betartják azt, ami történt. Tehát nem kezdenek el akkor lázadozni. Ha nyertünk, vesztettünk, kész, és mindenki Na utána mindig szépen elhagyhat. Ez nagyon jó lenne, ha az emberek így vívnák a háborúikat. Ez sajnos nem realitás. Ilyen nem volt soha. És minden bizonyal nem is lesz soha. De azt, hogy ugye egyrészt a, a történelmet a győztesek írják, uh -huh. és e, most olvasni egy tök érdekes tanulmányt arról, hogy miért van az, hogy nem üdv történetet olvasunk történelmként, hanem csaták, háborúk, vészek történetét olvasunk, uh -huh. és igazán nem arról olvasunk, hogy milyen jól éltünk 100 Igen. 500 ezer éve, hanem csak a drámákról. A másik, amit akar, Olyan jól éltünk, 100, 500 vagy ezer éve. Hát én nem gondolom, hogy annyira jól lett volna mondjuk itt a Kárpát-medencében is, akár száz éve az élet, vagy ötszáz éve. Szerintem ez egy folyamatos fejlődési folyamat, de azzal viszont egyetértek, hogy a történelem oktatás az, 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 az borzasztó, mind Magyarországon, mind akár világszerte. A történelem összefüggéseit nem nagyon értjük meg az oktatási rendszerből, és tényleg itt gyakorlatilag évszámok, királyok, meg milyen nemesi házaknak, a váltakozását és az egymással való csatározását tanuljuk meg, ahelyett, hogy a történelem során megismernénk az embernek a működését, hogy az ember mennyire alantas lény tud lenni, de milyen nagyszerű dolgokat is tud létrehozni az évszázadok, évezredek során. Elképesztő alantas háborúkat tud indítani, teljesen zsigeri, érzelmi vagy akár szexuális felindulásból, de az intellektusával, a kompromisszumkészségével fantasztikus dolgokat is tud létrehozni, mind technológiailag, mind művészetileg, mind a tudomány- vagy intézményrendszerek szempontjából. Szerintem, ha ezekre koncentrálna a történelmi oktatás, akkor sokkal nagyobb belátással lennénk mi is a mai világban, és sokkal emelkedettebb, sokkal értelmesebb lehetne akár a politikai diskurzus is tanulva a múltnak a politikájából. Tartam mondani, hogy a háborúk mostanában miért állnak fent, vagy mondjuk három-ötszáz, akárhány száz évvel ezelőtt hatalom és a pénz. A mai napra eljutottunk oda, hogy globális Igen. Cégek uralják a világ igen. országait és, és vezetőit, és valójában az, hogy mi ebből hírként mit tudunk meg, az nem biztos, hogy fedi azt, hogy ők amúgy ott a tárgyalóasztalnál hogyan osztják fel Fú, éppen aktuálisan igen. a kis zsebpénzeiket, mert kb. valahol erről szól ez a dolog. Ja. És ebbe sebbe lefolyni nem tudunk, és igazándiból tiszta információt sem tudunk erről, és ezért e... nagy dráma ez, hogy beszélgetünk az aktuális hírekről. Én ezzel azért vitatkoznék. Oké, okay, nem tudunk ott lenni akkor, amikor politikusok háborúkat indítanak, mint ahogy Putyin ezt megtette 2022. február 24-én, nem tudunk ott lenni a döntés hozatalnál, nem tudunk ott lenni a piszkos ügyleteknek a megkötésénél, nem tudunk ott lenni, amikor a cégeknek a menedzsmentjei ilyen hosszútávú stratégiákat hoznak. Persze, de én nem gondolom, hogy ne lenne ráhatásunk ezekre a folyamatokra. Főleg itt Magyarországon. Ez egy elég pici ország, elég kevés politikusra kellene hatni, és szerintem bőven elegen vagyunk ahhoz, hogy nyomást gyakoroljunk a politikusainkra, de azáltal, hogy azokban a mesékben ringatjuk magunkat, hogy Á, mi csak kis emberek vagyunk, a mi fejünk fölött a történelmi zivatarok csak így elhaladnak, csak próbáljunk meg, nem megázni ez alatt, a vihar alatt, ami ugye most idéztem az ötödik pecsétből, ahol ilyen kis emberek, fülüket, farkukat behúzva próbálnak csak túlélni, és ez elképesztően jól rezonál a magyar néplélekkel. Ez szerintem egy nagyon rossz gondolkodás. Magyarországon egy nagyon szűk elit réteg alakítja a politikát, egy nagyon belterjes, egy nagyon nagy hatalommal rendelkező, gyakorlatilag családi, meg ismerettségi kör, de ezekre lehet nyomást gyakorolni. Én nem gondolom, hogy ezekre a folyamatokra, főleg ország határon belül, itt Magyarországon, ne lehetne hatni. Ezt úgy hívják, ezt a jelenséget, hogy reflexív impotencia. De mit is jelent a reflexív impotencia? Ez Mark Fishernek a neologizmusa, vagyis ő hozta létre ezt a szókapcsolatot, és annyit jelent, hogy a reflexív impotencia az az a passzív tudás, ami a cselekvényt paralizálja. Vagyis pontosan az, amiről itt a rádióadásban beszélnek. Hogy mi tudjuk, hogy nincs hatásunk ezekre a folyamatokra, mi tudjuk, hogy nincs döntéshozatali potenciánk se a politikusokkal kapcsolatban, se a nagy multinacionális cégeknek a döntéshozatalára, mi ezt nem tudjuk befolyásolni, ez nekünk a tudásunk, és ezért ennek hatására, ténylegesen nem is lesz. És én nem azt mondom, hogy nagyon nagy hatásunk van rá, de pici és sok pici hatás, az egy komoly ellenhatást tud gyakorolni, akár nagy multinacionális cégekre, akár politikai aktorokra, akár egy Orbán Viktorra is. A reflexív impotencia az, ami paralizálja a cselekvést. No de, hallgassuk tovább ezt a beszélgetést. De csak arról tudunk beszélni, amihez éppen hozzájutottunk a tömegmédiában. És na, ez nem biztos, hogy a valóság. Na, kérlek szépen, ehhez kapcsolódnék egy marha jó dologgal, hogy van egy Epiktétosz nevezetű görög bölcs. És ez egy akkorát mondott, hogy ez még ma is igaz. Epiktétosz egy csodálatos filozófus volt, és bevallom őszintén, hozzám a stoikus filozófia áll a legközelebb. A stoikus filozófiának három nagy művelője, nagy alakja volt, Epiktétos, Marcus Aurelius és a legnagyobb Top G, Seneca. Ők hárman, akik olyan gyakorlati, filozófia alapú tudást tudnak az embernek adni, amely nem véletlenül éli ma a reneszánszát, ma valami elképesztően népszerű a sztoikus filozófia, és ez valami csodálatos, erről még nagyon sokat fogok majd beszélni a csatornán. Na de halljuk, hogy Lár András milyen hivatkozását idézi be a csodálatos Epiktétosznak? Régen mondta, hogy szuper volt. Eleve jókat mond, van egy kis könyv, ugye, Epiktétosz gondolatai, de abban van egy, amitől én, én szerintem vezérelve mi vált ez. Azt mondja ez az ember, hogy ketté kell választani a dolgokat. A dolgok egyik része olyan, amikhez automatikusan is közünk van, meg érintettek is vagyunk, meg hozzá is tudunk férni. Tehát tudunk azokkal a dolgokkal bármit csinálni. Ez a dolgok egyik fele. A dolgok másik fele, ahhoz hozzá se férünk, nem is tudunk oda menni, nem is tudunk bele befolyásolni, semmit nem tudunk vele kezdeni. És azt mondja, hogy a dolgokkal csak az egyik felével kell foglalkozni, amivel tudunk foglalkozni. Csak azzal kell foglalkozni. Az összes többi, amihez nincs közünk, meg nem is tudunk odahatni, azzal nem kell foglalkozni. És képzeljétek el, hogy ezért van az, hogy én a napi életemben már hosszú ideje nem foglalkozom olyannal, hogy Gyurcsány, meg olyan, hogy Orbán, meg Zelenszky, meg Biden, mert csak annyi, hogy ezt én látom, és én csak látom, és ugye egy kicsit az érzelmeimre hat, és akkor úgy mondom, hogy na hát, na hát, na hát, ennyi. Tehát én nem tudok beleavatkozni az Elenszkijbe semmilyen módon, ezért aztán nem is vélekedek igazán róla. Nem hagyom, hogy az én fejemben egy bizonyos icipici területnél nagyobb területen legyen jelen az Elenszkij is. De ugyanígy a Putyin is. Tehát ezek ne legyenek nagy helyen jelen a fejemben, csak kis helyen. És az azokkal kell foglalkoznom, amikkel közöm van. Mi az? Zene éneklés, mondrák, <laughs> írás, meg ilyen. Ezre kell foglalkozni, és nem mással. Ez egy csodálatos gondolat, és ez maga a reflexív impotencia, amiről az előbb beszéltem. Na no de kezdjük Epiktétosztól. Epiktétos azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amire van, rá, van ráhatásunk, és érdemes vele foglalkozni, és vannak dolgok, amikre nincs ráhatásunk, és nem szabad, nem érdemes foglalkozni ezzel, és Lárandrás ide teszi be a politikát, hogy erre nincs ráhatásunk, ezért nem is érdemes foglalkozni az Orbánnal, a Gyurcsánnyal, a Zelenszkivel és a Putyinnal, és itt különbözik el a véleményünk Lárandrással. Szerintem azok a dolgok, amelyekre nincs ráhatásunk, az például olyan, mint az időjárás. Az időjárás egy olyan dolog, amire nincs ráhatásunk, ezért azzal foglalkozni nem érdemes. Sokszor viccből szoktam mondani olyan embereknek, akik panaszkodnak az időjárás miatt, hogy jaj, túl meleg van, jaj, túl hideg van, most miért esik az eső, hogy. Mindig hallom ezeket az embereket, hogy panaszkodnak az időjárással kapcsolatban, de. Soha nem láttam még senkit, hogy tett volna valamit az ügy érdekében. Ezzel is próbálom kifigurázni azt, amiről Epiktétosz is beszél, hogy vannak olyan dolgok a világban, amire nincs ráhatásunk, azzal kapcsolatban nem érdemes panaszkodni, csak el kell fogadnunk, hogy ez így van. Ma süt a nap, holnap esik az eső, egyikre sincs ráhatásunk, fogadjuk el mindkettőt, ne legyenek ehhez igazából érzelmeink, hanem próbáljunk ezen keretek között működni. De a politika az nem ilyen. És alapvetően azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ez ellentétes a demokráciával. A demokráciának pont az lenne a lényege, hogy minél több információt szerezve, minél felelősebb állampolgárként, minél nagyobb ráhatásunk legyen a politikára. De ha ezt a tudást nem sajátítjuk el, ha ezt a fajta politikai aktivizmust vagy politikai cselekvőképességet nem sajátítjuk el, akkor azt mondjuk, hogy mi kivonjuk magunkat ebből a demokrácia dologból, és ti, mint az időjárás, végezzétek el rajtunk a politika műveletét. Mi ezt el fogjuk szenvedni, mint a napsütést, mint az esőt, mint a viharokat, és csak próbáljunk túlélni valahogy úgy, hogy mi, a Lárandrási logika szerint, Zenével foglalkozunk, művészetekkel, finom ételeket eszünk, vagy mit tudom én, ami szerintem egy nagyon szép életet eredményezhet, de ha változást akarunk a világba, akkor ez egy, ez egy struc politika, amikor az ember a homokba dugja a fejét. Ez egy érthető dolog számomra, ez szerintem egy releváns megküzdési stratégia, de ez egy egyéni stratégia. Én azt látom a világban, hogy kollektív problémák élünk meg, itt kollektív felelősségvállalásra lenne szükség, itt mély strukturális problémák vannak, és ha egy-két ember kivonul a társadalomból, a politikából, az akármiből, a közös döntéseinkből, akkor az azt az egy embert meg tudja menteni, aki épp filozófiával foglalkozik, buddhizmussal, zenével, akármivel, ő élhet egy jobb életet, de kollektíve az emberiség ezzel nem jár jobban. Még egyszer mondom, szerintem ez egy releváns megküzdési stratégia, de én nem feltétlenül ezt választom. Hallgassuk tovább a beszélgetést. Úgyhogy ezért én megoldom, nem vagyok hajlandó beszopni ezt a sok szennyet, ami folyamatosan árad, hanem csak én látom, érzékelem, de elereztem magam mellett, mint hogyha egy kis csatornán elfolyna mellettem a szennyvíz. Ez, ez nagyon jó, tehát az az az, elv, az nagyon jó, hogy, hogy amin, amihez nincsen közöm, az az, ami zaklassan föl van. És hogy azért a, a tömegmédia az kb. erről szól, hogy, hát, hogy folyamatosan el vagyunk foglalva. Zaklatás? Igen. Te képzeld el, van egy barátom, akivel szoktam rendszeresen éjszakánként beszélgetni telefonod, mert akkor ráérünk akár egy órát domálni. <laughs> <laughs> és ez, ez így, ez egy jó szokás. És képzeld el, hogy mindig, mindig oda újra, újra és újra visszatérünk röhögve ahhoz a című szó, hogy zaklatás. Tehát ez az élet, ez az egész társadalom, ez arra megy ki, hogy te, meg én, meg te zaklatva legyünk. A zaklatás módszerével tartanak minket pórázon. Ez szerintem egy nagyon éles meglátás. A közösségi médiumok, a hírportálok, és akár a politikusok is arról szólnak, hogy minket próbálnak frusztrálni próbálnak fogyasztásra kényszeríteni, próbálnak az alantas ösztöneinket megbirizgálva minket cseszegetni, és ezáltal egy, egy megoldást adni erre az általuk kreált problémára. És ez a probléma megoldási mechanizmus lehet az, hogy nekünk fogyasztani kell bizonyos termékeket, és azáltal felszabadulhatunk, ami nyilván egy hazugság, vagy hogy a megfelelő politikusra szavazva mi meg leszünk védve, ami mi félelmünket ők majd feloldják a politikai ö, akcióikkal. Ezzel teljesen egyetértek, ezért ezeket nem szabad beszopni, ezeket meg kell érteni, ezeket a folyamatokat, és ezeket a folyamatokat nem feltétlenül úgy tudjuk kivédeni, ha teljesen ignoráljuk ezeket, elfordulunk tőle, de ez, mondom még egyszer, ez egy releváns megküzdési stratégia lehet, de ez egy kivonulás. Ez a problémákkal nem foglalkozásnak a stratégiája, nem pedig a problémáknak a megoldása. Én megértem azokat az embereket, akik kivonulnak a fogyasztásból, az egész mediatizált társadalmunkból, minden társadalmi problémát hátrahagyva, és a, és a politikát negligálva én ezt megértem, de azt kell megérteni, hogy ez egy egyéni út. Én ebben nagyon sokáig hittem, én hasonlóan gondolkodtam erről, de most már én azt gondolom, hogy a kollektív problémákat nem egyéni úton érdemes megoldani, hanem kollektív úton, ami sokkal-sokkal nehezebb, de mégiscsak ennek lenne több értelme. Én egyedül már meg fogom csinálni, mert most egy... Egyedül nem rossz. De, de várjál, de hogy mit, mit, mit? Hát azt, hogy képzeld el, hogy kit kitaláltam ki magamnak. Én egyedül egy Jurtában egy tehénnel el tudnék lenni. Tudom azt a helyet, ahova a felesleges tejet oda lehet vinni, és akkor már az ember, mondjuk, tegyünk... Kap helyett. Igen. Jajjá. Érted? Szóval gyakorlatilag megvan a módja annak, szerintem, de egy valami nagyon fontos, hogy nagyon kell akarni. Ha az ember nem csinálja, nincs. Tehát... Ez egy nagyon szép gondolat, de ez nem mindenkinek az útja. Mi alapvetően, mint az ember, társas lények vagyunk, társadalmakat hozunk létre, kollektívákat, közösségeket. Nem mindenkinek az útja az egyéni elvonulás, a jurtában egy tehénnel való élés, azt szerintem, hogy nagyon boldog élet lehet, de ez szerintem kevés embernek a sajátja. Szóval ez egy világosan látszó törekvés, hogy ez arra megy ki, hogy itt a nép dögöljön meg pont akkor, amikor már nincs rá szükség. Na de mi nem azok vagyunk, mert mi emberek vagyunk, mi szeretnénk akkor is élni, amikor ezt más nem szeretné. Tehát ugye itt vannak ezek a trükkök, és én azt láttam, aki közétek el, hogy lehet venni mondjuk egy telket, és egy viszonylag nagy telket, nem is olyan nagyon drágán, egy jó helyen. És arra a telekre lehet ráépíteni egy úrtát, nem is olyan nagyon drágán. És tegyük fel, hogy ott, ott van víz eleve, mert egy csomó helyen van közműves telek. Tehát képzeljünk egy ilyet, hogy egy ilyet találunk. És oda fölrakok egy jurtát magamnak, tegyük föl, van potyantos WC, vagy valami, tehát minden megvan oldva, a víz is van, és akkor vesz az ember egy tehenet. És az a tehén, az csak megeszi azt, ami ott van az óra előtt, az a fű. Ugye a jogik régen ezt hogy ment a vándorjogi egy tehénnel. Volt neki két bugyia, az egyik kép rajta volt, a másik kép ki volt mosva, uh -huh. és amikor a bugyja bekoszosodott, akkor csak kicserélte a két bugyit, és ment tovább ugyanúgy a tehénnel, és a tehén tartotta előtt, Na most, ha ezt meg lehet csinálni, már még meg lehet. Akkor miért nem ezt csináljuk, Azért nem, mert kell nekünk a virsli, mert kell nekünk a marlenka, meg a kis ilyen pite, olyan pite. Na, de az amúgy nem kell. <laughs> hát érted? Az nem, de a közösség, a társadalom, a családi kötelékek, a baráti kötelékek, a párkapcsolati kötelékek, a kis mindennapos interakciónk más emberekkel, én azt gondolom, hogy erre az embernek alapvetően szüksége van. Kevés embernek lehet ez az útja, akár spirituális ö, úton, eljutva oda vallási úton, akár egyfajta eszképizmus, hogy ő elvonul egy telekre, és akkor önfenntartó gazdaságot egyedül működtet, mindenféle ember, és ö, komolyabb civilizatórikus penetráció nélkül, de ez egy eszképizmus alapvetően. Ez egy egyéni megküzdési stratégia. Ez a világ komplex problémáival való nem megküzdés, hanem az elől elvonulás. Én voltam egyszer egy tíznapos elvonuláson, ahova nem lehetett vinni se telefont, se mit, bármilyen kütyűt, még könyvet sem, még ceruzát, papírt se, semmi nem lehetett az embernél, nem is lehetett a másikra ránézni, nem is lehetett beszélgetni senkivel, ez egy néma meditációs, tíznapos elvonulás volt, ahol 12-16 órát meditált az ember, és csak gyakorlatilag a saját fejébe volt bezárva, úgy, hogy ne is interaktáljon senkivel, és a lehető legkevesebb külső inger érje az embert. És én ez alatt, a tíz nap alatt nagyon jól éreztem magam, szerintem fantasztikus volt, de én azt éreztem utána, hogy én ezt a fajta meditációt, ezt a fajta kivonulást, ezt a mindennapjaimban is meg tudom élni, ezért nincs szükségem arra, hogy a civilizációból elvonuljak. Én egy egész délutános baráti összejövetel után nagyon szeretek egyedül lenni, akár egy hétvégét egyedül tölteni a saját gondolataimmal, a saját világomba, hogy feldolgozzam az engem ért ingereket, gondolatokat, és ezt fontosnak is tartom, hogy az ember csak saját magába tudjon gondolkodni. Ehhez szerintem nincs szükség, hogy az egész civilizációból kivonuljunk. Szerintem ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy péntek délután az ember kikapcsolja a telefonját, és csak hétfő reggel kapcsolja be, ezt is tudom mindenkinek ajánlani. Ezek ilyen jó meditációk lehetnek ahhoz, hogy az ember kitisztítsa a fejét, és utána tisztább gondolatokkal, egyfajta érzelmi stabilitással vágjon neki az azt követő napjainak. Az ember az egy társas lény, és nem azért hoztunk létre közösségeket, törzseket, civilizációkat, hogy aztán abból kivonuljunk. Persze ezekből a törzsekből, családokból, civilizációkból, országokból az embernek egyszer csak elege lehet, azért, mert az nem úgy működik, ahogy azt szeretné, és kivonulhat, és akkor majd ott elválik, hogy jól érzi magát ezen a közösségen kívül, vagy nem. Szerintem az emberek többsége nem érzi jól magát ezeken a közösségeken kívül, ezért is nem úgy szerveztük az emberiségnek a történelmét, hogy ilyen egymástól elzárt szigetek lennének az emberek, hanem ezek összekapcsolódnak lenni. Parancsoló hallgató. Halló, Iván vagyok, sziasztok. Azt szeretném, azt szeretném kérdezni Andrástól, hogy tegyük fel, hogy megvalósul, megvalósul ez az ideális állapot, ahol boldogan él, és hogyha nem mennek nem a szomszédjához, mondjuk, hogy van szomszédja, lehet, hogy nem olyan közel, és valtában fenyegetik, és el akarják vinni azt a kis mindenét, és mondjuk sem megfenyegetik, akkor átmegye. Már hogy a szomszédhoz segíteni? Igen. Hát hogy ne Hát nyilván segít az ember ott, ahol tud, tehát az ösztönös, ösztönös mozdulat. Igen. Tehát az ösztönös mozdulat segíteni valakinek a bajában, az egy másik kérdés, hogyha közben ott géppisztolya lő valaki, és az engem eltalál, akkor én is megdöglök. Tehát ez egy igen. problémája ennek. hogy az Ez ember... egy erős probléma, erős probléma. hogyha, hogy ha... igen, igen nyomósért, de hogyha az a is arra számít, hogy az összes szomszéd akkor nem biztos, hogy, ő, Igen. hogy ő, 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 tehát az ő esélyei még mindig nagyon magasak, de, de kisebbek. Akkor... de rohamosan csökkennek. Hát van az de Most a... át, szeretném, Igen. át szeretném ezt kötni a szomszédunkban zajló háborúra. Ezt akartam kérdezni, hogy te most az Ukrajnában zajló háborúról beszélsz? Igen, itt a betelefonálón nagyon ügyesen egyfajta való életből vehető példával illusztrálta azt, hogy mi is lenne alapvetően egy ilyen szituációban a helyes eljárásmód. Nagyon ügyes, ö, fű alatt betolt érvelés volt ez a betelefonáló részéről. Én, én, ez szerint, én igen. ezt, ezt ö, rokon, tehát hogy mondjam, tehát nem érzem olyan nagyon távol a szomszédtól. Tehát lenne úgy, hogy van egy közös határunk. És ö, hiába bárhol a világon történik ilyen, az ugyanilyen rettenetes. De nyilván az ember azzal foglalkozik, elsősorban ami a szomszédjában történik, utána a következő meg szomszédoszlában, uh -huh. és akkor így eljuthatunk a szomszédos országig. Na, hát igen, szóval ez nagyon-nagyon sajnálatos, és nekem nagyon egyszerű véleményem van az ukrán-orosz háborúról, hogy el se kellett volna kezdeni. Okay. És már hát, az első másodpercben kellett abba kellett volna hagyni. Jó, csak most ezt visszavezetve a szomszédos példára, ha az ember szomszédját megtámadják, akkor most az a mondás, hogy fejezze be a szomszéd a háborúzást? Fejezze be a szomszéd azt, hogy őt megtámadták, és próbálják ellehetetleníteni? Ha az ember a szomszédjának a vegzálása, a szomszéd megtámadása után nem oda megy segíteni, hanem azt mondja, a kerítésen túlról, hogy szomszédok, hát ezt hagyjátok abba, azzal nyilván a támadónak kedvez az ember, nem? Nem ilyen egyszerű ez az érvelés? Nyilván a világpolitikai folyamatok ennél bonyolultabbak, de ennél a leegyszerűsített példánál én azt gondolom, hogy ez megállja a helyét. Amikor hát már igen. észreveszik az emberek, hogy ott ténylegesen 19 éves diák, gyerekek lövik egymást. Mert Ebben az maximális. Abszolút. Az az, az, akkor de... mi? Mi? Hát én ezt mondtam, és most Ez is ma... hát ezt az mondom. hát csak arról van szó, hogy én nem úgy mondom, hogy te tele hanem te egyet nyilatkoztál az Indexnek, amit aztán téreskartként uh -huh. körbehordozott a sajtó, és gyakorlatilag megjelent nem tudom hány orgánokban, ja. hogy te egyetértesz az Orbán békepolitikával. Hát persze, amit, hát, nem viccelj már, egy buddhista, egy buddhista ember. Hát fejezem be a mondatot, mondatot. Na jó. András, hát fejezni. Az különbözteti az Orbáni békepolitikát, a többi békepolitikától, hogy Orbán azt mondja, hogy, hogy, amit megszereztek az oroszok, az az övék. Tehát gyakorlatilag ez a sztálini érvelés. Sztálin mondta azt, hogy ahol szovjet katonák állnak, az a Szovjetunió területe. Hát mit lehet kezdeni egy ilyen agresszorral? Akkor bárhova benyomulnak a szovjetek, akkor a Szovjetunió? Hát erre láttunk történelmi példát, hogy ez, ez hogyan zajlott le. És hát nem nem teljesen kedvező folyamatok ezek. Ha csak a kis országunkat megnézzük, már akkor is ezt azért érzékelhetjük, hogy ezt, ezt talán nem szabadna ezt engedni. Na de hallgassuk tovább, ez egy nagyon érdekes beszélgetés kezd lenni. Ez az agresszió, ez jár a sikerrel. Na, a világ többi, Na félzem, a világ többi országa meg azt mondja, hogy ezt a precedens nem szabad megteremteni, mert akkor a, a rabló, ugye, aki bement a szomszédotba, az vérszemet kap és elindul a másik szabtér irányába. Szabad erre reagálni most már? Jaj, bocs, bocs, hogy szóval Mert szeretnék reagálni rá, mert ez egy nagyon-nagyon fontos Bent maradsz maradni. Oké. Okay. Akkor figyelj ide, tehát itt az van, hogy a legmagasabb szempont itt ebben az esetben az, hogy maga ez a fajta agresszió, meg a háború, meg ez az egész dolog, ez nem Alkalmas módszer semmire. A buddha azt mondta annak idején, hogy a béke a békétől lesz, és a háborúból pedig háború lesz. Tehát legalább hát te há há figyelj, háborúval soha nem lehet békét teremteni. Nem. Hát a második világháború az erre pont egy jó példa, hogy ott igenis sikerült a beavatkozással, az agresszorral való fellépéssel egy elég hosszú békét elhozni. Most persze így mondhatja mindenki, hogy a hidegháborúba milyen proxy háborúkon keresztül folyt, ugye ez a, ez a meghosszabbított csata, de de én azt gondolom, hogy ez alapvetően érvényes mondás, hogy a második világháború után egy hosszú béke időszak jött el, és én ezt nem szeretném relativizálni. Nem lett, még soha jön, hogy a háborúból lett a béke, hanem a békéből, De. a békés szándékból lesz a béke. Jó, oké, ha mind a két fél békés szándékkal ő, áll hozzá a közös kapcsolódás, a közös kapcsolathoz, akkor az békét eredményez. De ha az egyik háborúval áll hozzá, a másik meg békével, akkor az ugye háború. És ha a háború, háború van mind a két oldalon, akkor nyilván megint háborúról beszélhetünk, csak akkor állhatnak fel békés állapotok, ha mindenki békével tekint a másikra. De mondom még egyszer, ilyen aranykor az emberiség történelmébe még nem volt. Na szerintem nem te érted, utána. Azt kell, hogy mondjam. De, tehát hogy, a... várj, de, de, de én is türelmesen meghallgattalak. Bocsás. Kétszer a szavába vágott a betelefonálónak, de oké. Okay. So. Én még sehol nem tartok az érvelésben. Én azt szeretném mondani, hogy a béke az sokkal magasabb rendű szempont, mint az összes hozzákapcsolódó genyapolitika. Tehát azt pontosan lehet tudni, okay. hogy milyen háttere van ennek, és mennyire ö, egyikből a másikba fakadóan kurva régi háttere van ennek az ukrán konfliktusnak. Szóval ez nem úgy van, hogy az oroszok csak egyszerűen oda mentek, mert szemetek, hanem az ukránok mindent megcsináltak a, a szemétségből, Éjj. és erre oda az oroszok, de már az eleve az egész. Ez áldozathibá és relativizálása a putyini bűnöknek, és egy russa apologist álláspont. Én ezzel mélységesen nem értek egyet, de belekalkulálhatjuk azt is, hogy igen, történtek atrocitások az ukrán oldalon is, de egyrészt ezt nem lehet a mérleg másik serpenyőjébe tenni, az orosz bűnök mellé, és azt mondani, hogy hát mind a kettő hibás, itt, itt hasonló felelősséggel esik alatba az, hogy mit tettek az ukránok és az oroszok, ez, ez abszolút nincsen így. Ez nem, ez nem igaz kezdet előtt még volt egy másik kezdet, amikor még ugyanúgy egymással szemétkedtek. Tehát... Az odamenés az odamenés semmi sem igazolja. Tehát így, az, amikor... Figyelj, és az mi igazolja, éppen... hogy odamennek az orosz népességhez, és ilyen szélsőséges nacionalista ukrán csoportok kinyírják az ott lakó békés orosz embereket. Ez, ebből még nincs probléma. Ebből van probléma... Ez igenis egy, egy releváns felvetés, de ezt felhozni egy háború elindítására, ez watabátizm. És ez egy nagyon komoly érvelési hiba, én azt gondolom. Érted? Ebből, ebből, hogy ne lenne probléma? Na, hát ez, ez az, 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 akkor, van akkor, akkor probléma, hagyjuk de abba, mert ez politika. Barámban, figyelj, ez politika. Nincs András, ez András, nincs András, dolg, nincs nekünk egy közünk. Egyet, közünk nincs közünk egyet, a politikához. Nincs közünk, nem vagyunk, én köszönöm, nem vagyunk. nincs közünk köszönöm, a politikához. A politikához. Hallom, igen, nem, Alom, el akarom mondani, igen, 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 hogy álljál már le egy picit. Hagyj mondjam, hagyj mondjam. Jó, akkor mondjuk, hogy arányaiban, arányaiban, amennyit a Amennyit átmentek az ukránok, ezek terroristák voltak, hogy amennyit átmentek oda az ukránok, ezt pározan válítani azzal, hogy a világ egyik legnagyobb hadserege átítja a határt. Szervezetten állami rálítással. De te személyiség, ezt nem szabadott volna megcsinálni. E te de én nem mondtad. De, de megtették, de megtették, és onnantól kezdve szerintem így kell értelmezni a folyamatokat, hogy ami megtörtént, megtörtént, akkor most erre mit lépünk? Persze jó lett volna, nem történik meg, és nem kellett volna, hogy megtörténjen, de megtörtént. Most erre kéne lépni valamit. Ez olyan, mintha azt mondjuk, visszatérve itt az időjárásos példámra, hogy nem szabadott volna az esőnek elerednie, mert én rövid nadrágba indultam el. Oké, nem szabadott volna, hogy essen az eső, de most esik, most mit csináljak? Hát vegyek egy esőkabátot fel magamra, vagy egy esernyőt, és, és úgy mehetünk tovább. Te, te, te hadd, hadd, bocsánat, bocsánat hadd, hozzak, hadd hozzak be egy nagyon furcsa aspektust. Uh, amikor elkezdődött ez a háború, akkor az unoka húgom Zsófi 14 éves volt. És egyszer kérdezte tőlem, hogy hogy hogy, hogy hogy, hogy, van ezzel a háború dologgal, hogy ezért itt van a szomszédban. Tehát 14 éves, nagyon fiatal, nagyon fiatal gondolkodó. És akkor így kérdeztem, hogy te mit gondolsz erről? És azt mondta, hogy hát én ezt úgy látom, mi olyan ez, mint, mint hogyha egy ilyen hatalmas házban él az emberiség, és az egész ház lángokban áll, és közben azzal vagyunk elfoglalva, hogy két ember vitatkozik az erkélyen. Hmm. És 14 évesen behozott egy olyan szemléletet, hogy, hogy... Tehát azt mondod, hogy hagyni kell a területet, tehát belépnek nem, a nem, Magyarországra. Nem, 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 azt mondom, Potán azt mondom, az mondom azt mondom, hogy Zsófi... Maradj már csöndbe, bazd meg! Hát ha ne dumálj közben, miközben a, a barátod beszél a mikrofonban, azt hát mondi, ne mondj, vele. hogy, bele! Hogy Zsófi behozott egy olyan szemléletet, hogy, hogy miközben... Pusztul a, a föld, tehát élhetetlené tesszük a, az emberiség számára legalábbis azokat a területeket, ahol most elég szaporák vagyunk. Közben nagyon apró dolgokkal vagyunk elfoglalva, amik borzasztó a jelentősek. A korház, a korház. Igen, szerintem ez egy nagyon rossz érvelés megint. Azt mondani, hogy ezzel az orosz-ukrán háborúval nem szabad foglalkozni, azért, mert van itt egy klímakatasztrófa nevű sokkal nagyobb és sokkal globálisabb problémánk. Ez az az érvelés, amikor azt mondja valaki, hogy hát miért ezzel foglalkozol, tényleg ez a legnagyobb probléma. Nekem a videóm alatt is szoktak lenni ilyen kommentek, hogy most tényleg, most tényleg Lázárnak a, a kastély infói, az a legnagyobb probléma, tényleg ezzel kell foglalkozni 2024 Magyarországán? Én azt gondolom, hogy igen, ezzel is érdemes foglalkozni. Én nem hiszek abba, hogy lenne egy nagyon nagy probléma, és mindenkinek csak azzal szabadna foglalkozni, szerintem a legnagyobb problémákkal érdemes a legtöbbet foglalkozni, de hát meg annyi problémája van az emberiségnek, országoknak és az egyénnek is. Minden problémával érdemes foglalkozni, persze lehet súlyozni, hogy mivel érdemes többet, mivel érdemes kevesebbet foglalkozni, de ne kérjünk már számon valakit azért, mert nem a számunkra legfontosabb problémával foglalkozik éppen. Foglalkozzál te a számodra legfontosabb problémával most éppen. Ne kérd számon a másikon, hogy miért nem a te első számú problémáddal foglalkozik. És hát itt Magyarországon elvitatni azt, hogy a szomszédunkat megtámadó Oroszország konfliktusa az nem tartozik talán a legfontosabb kettő-három probléma közé, az hát az, én, nem, én nem, nem is tudom értelmezni, ha valaki ezt mondja. Szóval itt a 14 éves Zsófi példájából kiindulva, azért ez nem egy olyan nagyon nagy világmegváltó gondolat, hanem egy kisgyereknek a naív gondolatáról beszélhetünk itt. Az, hogy, hogy orosz-ukrán konfliktus van, és nem azzal kéne foglalkozni, hanem a klímakatasztrófával, ez, ez, egy felelőtlen állítás. Persze azt belátva, hogy most nyáron látjuk, hogy micsoda meleg, meleg van, hogy micsoda a klímaváltozás állt be mind Magyarországon, az Alföld elkiszáradásával, mind globálisan is, ugye, hogy egy hónapja még irgalmatlan melegekben döglöttünk meg, most meg árad a Duna, és arra kell figyelni, hogy hogy nehogy elmossa egész Magyarországot. Igen, ez egy probléma, de mellett van egy háború a szomszédunkban, ami egy nagyon rossz precedenst teremthet a többi agresszornak is a világban. Na de hallgassuk tovább, lesznek még itt érdekes dolgok ez a klíma berendezésére, hogy miközben zajlik a háború, csak egy másik párhuzamot állított föl, azzal foglalkozik a kérdezője, hogy a kórházakban 40 fok van. Ja, igen, mondhatná azt, aki a az orosz-ukrán háborút priorizálja, hogy miért a klímaberendezésekkel foglalkozunk a kórházakba, meg miért az oktatás állapotával, amikor egy háború van a szomszédban. Hát ezt is lehetne mondani, miért a mávnak az eltörött sineivel foglalkozunk, amikor az alföld kiszárad. Ezek mind-mind nagyon fontos problémák, és ezzel egy felelős ember mind-mind foglalkozik. Hát mindig lehet, mindig lehet válaszolni egy problémára, egy atrocitásra, egy háborúra azzal, De hát akkor ezek, ezek, után a világ összes problémáit elengedhetjük, Igen. azt mondjuk, hogy itt a klímakatasztrófa. Így kóra. van, így van. El kell engednem De meg mondom, én meg azt mondom, én meg azt mondom, Én meg azt hogy a otthonodat megtámadják, akkor örülsz neki, hogyha szolidáris veled a szomszédod. És én szerintem átmész, és nem azt mondod, hogy ég a nagy ház, és én a kis nem foglalkozom. Ez egy tök dolog, amikor létrejön egy ilyen beszélgetés, mint a betelefonáló és Lár András között, hogy a betelefonáló a globális, széleskörű problémákkal kollektíve szeretne foglalkozni, és van egy ember, aki ezekre azt mondja, hogy ebből ki kell vonulni, ezek csak szennyvizek, amelyek a tiszta elméjét az embernek mérgezik, és csak is az egyénnek a problémáival kell foglalkozni, Szerintem ez egy releváns álláspont, de én nem ezt vallom. A kollektív problémákra lehet az egyénnek a stratégiája egy egyéni megküzdés, de a globális problém problémákra globális strukturális változások kellenek, amiben mi pici hangyák vagyunk, de hát sok pici hangya sok mindent össze tud hordani. Hát figyelj, akkor mennyi és csinálj, amit akarsz, és mindenki csináljon, amit akar, mert úgyis alanyilag dől el minden. Az ember saját életében dől el, az saját gondolatvilága, a saját érzelmi világa, és az tettei. Tehát itt senki nem lehet okosabb a másiknál. Én nem azt akarom, hogy mondanod, hogy csináljál valamit, hanem bevonta egy... másik. Figyelj, miért nem vagy annyira tisztelet tudó, hogy végighallgassál három mondatot? Hogy csak hát, hogy bocsán, te belevágsz állandóan mindenkinek a szavába. Ki vagy te, hát, vagy te belevágsz? Kérdés. De ne legyél ilyen alkati, mert ez ugyanaz. Ugyanolyan hát, ugyan hát, agresszív hát, dolog, mint amikor az orosz bemegy. Érted? Ez ugyanaz agresszivitás. Ne az arányoknál Nem Ne arányok, indíték ugyanaz. Ugyanúgy azt képzeled, hogy neked szabad belepofázni, mint ahogy a Putyin azt képzelő, hogy szabad vinni a csapatot. Ez ugyanaz a hibás képzelet, hogy te megengeded magadnak azt a tiszteletlenséget, hogy folyamatosan belepofázol a másnak az érvelésébe, de te hozod föl a kérdést, meg, és nem hagyod, hogy válaszoljanak rá. Hogy képzeled te ezt? Na, Bocsáss meg, András, nem bocsájtok meg, nem bocsájtok meg, ez, ez megbocsáthatatlan, hogy te ilyen nem módon választ helyet síkranol, De nekem nem, nem, nem meg, bazd meg. meg, nem magyarázz el nekem, nem el, hanem fogd be a szádat és hallgass végig a, tó a Tóth szabit, szabit. De nem hallgattad, úgyhogy tessék most befogni a szádat és hallgassuk a Tóth Szabit, tessék. Fú, Tóth Szabinak nehéz lesz most megszólalnia. És hát azt lehet mondani, hogy Lár András részéről ez nem volt egy túl buddhista reakció. Én amikor ezt hallgattam, teljesen ledöbbentem, hogy az általam megvilágosult buddhistának tartott Lár András egy egyébként értelmes betelefonálóra ilyen indulatokkal, düvel és agresszióval reagál, és eszembe jutott egy régi interjú vele, ahol elmondja, hogy ő fiatalkorában egy elképesztően konfrontatív, idegeskedő, agresszív ember volt, és neki a buddhizmus segített ezt a fajta oldalát megszelidíteni. És itt, itt elkezdtem érteni az ő személyét, hogy neki ez a politikából, közéletből való kivonulás útja maga a buddhizmust, és neki Egyszerűbb kivonulni ebből, mint megküzdeni ezekkel a problémákkal. És most nem akarok belefutni egy ilyen vulgár, freudista pszichologizálásba, bár már megtettem basszus, már késő. És én, nekem nem az a célom ezzel, hogy most itt leleplezzem lárandrásnak a buddhista képmutatását, hogy nézzétek meg a buddhistát, hát mit ordibál, meg kurva anyázik, úgyhogy teljesen ártatlan beszélgetésben voltak benne, meg hogy jaj, na most a buddhistáról lehull a lepel, én továbbra is mélységesen tisztelem lárandrást, de én azt gondolom, hogy ez a rádió beszélgetés ez egy jó példája annak, hogy micsoda indulatokat kelthet, az emberben a politika, akár provokáció nélküli, nem gondolom, hogy itt egy komoly provokáció lett volna a betelefonáló részéről, csak feldobott témákat és próbált reagálni arra, amit Lárandrás mondott. De Lárandrás ezt nem engedte, és elképesztően kiakadt ezen az egészen. És arra akarok kiukadni, hogy itt úgy látszik, hogy ez a, ez a kivonulás, ez az egyéni megküzdési stratégia sem feltétlenül jó megoldás, mert amikor meg visszarántja az élet az embert, akkor, akkor ilyen agresszióval reagál, szerintem sokkal fontosabb ebből a világból nem kivonulva, ennek a világnak az ingereit elszenvedve megpróbálni ezeket az ingereket feldolgozni saját magunkban, és akkor nem eshetünk bele ilyen helyzetekbe, mint az egyébként fantasztikus lárandrással ez megtörtént. Még egyszer mondom, én nem tudok nem a legnagyobb csodálattal tekinteni Lár Andrásra, de amit itt csinált, az szerintem megengedhetetlen. És nem az, hogy a másikkal szembe nem engedheti meg ezt az ember, hanem igazából saját magával. A legnagyobb ártást ilyenkor saját magával szemben követi el az ember, amikor hagyja magát, hogy így eluralkodjanak rajta a negatív érzelmek, és hogy ennyire befolyásolja a véleményét, és hogy ennyire indulatosan akár fájdalmat okozzon ezáltal a másiknak. Szóval, hogy, hogy azért, azért nagyon érdekes, amit, amit behozott, mert a, azért az általános háborúkhoz képest az, ami most történik Ukrajnában, ott konkrétan ismerőseim halnak meg, és barátaim vannak ilyen vészhelyzetben. Tehát ez az. és ettől, ettől, nagyon más az érzelmi hozzáállásom mindenhez, ami, ami ott történik. És de pont ezért hogy lehet azt mondani, hogy akkor legyen vége ennek a háborúnak, tegyék le a fegyvert az emberek, ha, ha valakinek a saját ismerősei halnak meg az agresszió által. Ezért nem tartom érvényesnek a pacifista álláspontot egy háborúban. Ha nincs háború, akkor tök jó, pacifista vagyok én is, de amikor háborúznak a felek, akkor nem, nem lehet pacifistának lenni, azt gondolom. És itt a műsorvezetők folyamatosan ha bekerült ez a háborús konfliktus, akkor próbálták elterelni valami apolitikus érzelmi vágányra a dolgot. Bármikor szóhoz jutott az egyik műsorvezető, akkor ugye elkezdett a saját unokahugával példálózni, vagy a saját ismerőseivel, és, és én ezt nem értem, vagy ezt nem szeretem sok ilyen fantasztikus, magas szellemi nívójú kulturális műsorban, hogy amikor politikára terelődik a szó, akkor abból kínosan próbálnak kifarolni, és próbálják elterelni a beszélgetést bárhova, csak valahonnan el akarnak menni a politikától. És, és miközben van ez a gyakorlatilag tehetetlen vagyok. Nem tudsz mit csinálni. Csak az már, ne, ne, ne kezdjünk el úgy ítélkezni, hogy ilyen elmebeteg módon. Tessék megnézni, hogy a politikai elit mindenhol szemét, mindenhol a népek ellen dolgozik. Egyetlen egy olyan politikai elit sincsen, egyik országban se, amely tényleg a népet szeretné szolgálni. Tényleg nem tudunk ilyet mondani a történelemből, vagy akár a mából? Azért a skandináv országokban nem feltétlenül ez látszik, és nálunk szerencsésebb történelmi országok vezetőire sem lehet azt mondani, hogy ők csak is minden esetben a saját érdekei mentén működnek, és az embereknek nincs hasznuk az ő politikai működésükből. Ez szerintem egy végtelenül leegyszerűsítő álláspont, és ezzel nem értek egyet. Persze elismerve azt, hogy mindenhol vannak korrupt politikusok, persze. Mindenki ilyen olyan ügyeskedés, hatalom, pénz, meg gazdaság. Még Magyarországon is vannak tisztességes politikusok. Én ezt az álláspontot egyáltalán nem osztom. Ez megint oda vezet vissza, hogy reflexív impotencia megtanít minket, ö, paralizált működés módra, vagyis, hogy cselekvőképtelenek legyünk bármilyen közéleti témában. Nihilisták leszünk, depressziósak leszünk, és a közügyeinket továbbra is a legrosszabb minőségű emberekre bízzuk. Meg ilyen szempontok szerint. A legrosszabb erkölcsi minőségű emberekre, akiket már megrontott a hatalom, így értettem. Való... Nem akartam itt dehumanizálni senkit, még Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort sem, mert ők is emberek. Újában szarik a saját népére. Az összes vezető ország, bármelyiket fel lehet hozni. Nem, hogy a Putyin hanem az Amerika, az angolok, a németek, az minden, mindenki szarik a saját népére, mert ő neki úgy mond egy magasabb gazdasági vagy politikai elképzelés. Lehet. Még ezt is el lehet ismerni, hogy minden nyugati vezető is szarik az állampolgáraira ugyanúgy, mint a keleti népek vezetői. Lehet, hogy Joe Biden ugyanúgy szarik az amerikaiakra, ahogyan Vladimir Putin szarik az oroszokra. Nem értek ezzel egyet, de tegyük fel, hogy igen. Viszont az Amerikai Egyesült Államokban van egy olyan szavazói réteg, olyan felvilágosultak a polgárok, hogy rá tudják kényszeríteni a vezetőt, hogy olyan intézményrendszer alakuljon ki, amely valamelyest az ő érdeküket szolgálja, és hogy olyan intézkedéseket hozzanak a politikusok, amely szolgálja az ő érdeküket, míg Oroszországban ez nem alakult ki történelmileg, és, és a politikai viszontagságait figyelembe véve. Szóval, ha még ezt el is fogadjuk, hogy mindenhol ugyanolyan szemétládák az emberek, a politikusok, akkor azt lehet mondani, hogy még így sem állja meg a helyét az, hogy semmi értelme ne lenne politikával foglalkozni. Se van. Na most ez a baj, ez a világfelosztás, ez a baj, és ebből fakad minden. Hát Amerika is hogy merész? Hát hányszor oda ment? Ilyen egyszerű országokba oda megy az Amerika, és egyszer csak lenyúlja. És ott tele van afrikai ország, amiben, amiben az, Afri az amerikaiak leny lenyúlták az egészet. Ez így van. Hány évszázadon keresztül nyúlták le az angolok, a spanyolok, a hollandok, és az egész, az egész Afrikát. Ez igaz. Az egész rabszolgaság ügye, azt mind ezek az úgynevezett fejlett nyugati marhák csinálták. Az, hogy oda kerüljenek a néger mindenhova is, mindenhol rabszolgaként kerüljenek oda. Hát ez hány évszázada történik egyfolytában? Most ennek egy pici kis vetülete az, hogy most az ukránok és az oroszok veszekednek, de bármikor bárki veszekedhet, nemrég a szerbek meg a... Ezt szerintem egy nagyon rossz érvelés, a nyugatnak az imperialista múltját felhozni arra, hogy hát az oroszok ugyanezt csinálják, Hasonló dolgot csinálnak, csak az egyik száz évvel ezelőtt, meg háromszáz évvel ezelőtt történt, a másik meg ma. A nyugat azért eljutott oda, hogy mára ennyire nyilvánvalóan, ennyire explicit módon nem lehet már imperializmust folytatni. Persze, a fű alatt így úgy emberi, emberségesebb módon ma is folyik az amerikai imperializmus, de ezt nem lehet egyenlőség jel kitétele mellett odarakni az orosz-ukrán háború mellé. Ez szerintem egy totális aránytévesztés. Úgy, hogy egyébként van egy nagyon kemény igazság magba. Horvátok veszekedtek. Érted? Akkor az albánok veszekszenek, az örmények veszekszenek, egymás lövik, hegyi karabakban mennek és lövik egymás. Hát már hogy már nekem ehhez izém legyen. Nehogy már nekem ebbe vélekedni kelljen. Hmm. Hát az egész egy úgy, hogy van egy hibás marhaság. Hmm. Tehát ebben nehogy már nekem vélekedni kelljen, és egyik oldalra állni, vagy a másikra. Hova álljak a biden mellé? Vagy az Angela felé az arcán látszik, hogy egy hogy néz ki. És tessék megnézni az összes, vagy tessék a Kim Jong-un! Hogy lehet egy ilyen embert létrehozni az univerzumban? Hallgató, vonalban. <laughs> Szia! Itt lekeverték már az előző hallgatót, és egy új betelefonálót fognak bekapcsolni. És itt Lárandrás megint elment egy olyan irányba, amivel én mélységesen nem tudok egyetérteni. Szerintem felelős állampolgárnak az nevezhető, aki igenis tájékozódik ezekben a témákban, igenis megpróbálja komplex módon vizsgálni a folyamatokat, és igenis véleményt nyilvánít, és ezáltal befolyásolja a politikai folyamatokat igenis lehet két rossz közül is választani, igenis meg lehet mondani, hogy itt erkölcsi különbségek vannak politikus és politikus között, itt igenis akár két rossz döntés között is lehet azt mondani, hogy hát inkább válasszuk a kisebbik rosszat, és aki azt mondja, hogy a két kisebbik rossz közül nem szabad egyiket se elfogadni, az soha életében nem menjen el szavazni, mert minden egyes szavazás erről szól, nincsenek jó megoldások, csak rosszak, kevésbé rosszak, közepesen rosszak, meg borzasztóan rosszak, meg embertelenül rossz megoldások vannak a politikában, és ezek közül tudunk válogatni. Én ezt egy erénylobogtatásnak tartom, ha valaki azt mondja, hogy a politikában nincs jó megoldás, ezért nem szabad választani semmi közül. Én ezt nem tartom helyesnek, ezt felelőtlen, kivonuló, eszképista magatartásnak tartom. Vélem. Na. – Hello, sziasztok, Vajda vagyok. – Szervusz, Vajda. És itt a következő betelefonálót már nem fogom bejátszani, bár nagyon érdekes volt ő is. Be fogom linkelni ezt az egész beszélgetést a leírásba. Szerintem érdemes az egészet meghallgatni. A politikai része az nagyjából ennyi volt. A következő betelefonáló nagyon nyugodtan, nagyon udvariasan felhívja Lárandrásnak a figyelmét, hogy majd, ha vége ennek a felvételnek, és otthon van, akkor hallgassa meg ezt a beszélgetést és próbáljon önvizsgálatot tartva értékelni azt, hogy hogyan is viselkedett ebben a beszélgetésben. Szerintem ez egy nagyon normális betelefonáló volt, a második, ahogyan az első is. És még egyszer mondom, én nem azért hoztam el ezt a beszélgetést, hogy leráncsom a leplet Lárandrásról, hogy bemutassam, hogy milyen képmutató az ő buddhizmusa. Ez egy tanulság lehet, azt gondolom mindenkinek, hogy még egy ilyen Megvilágosultnak tűnő buddhista ember, aki kapcsán azt látja az ember, hogy mennyire rendben van saját magával és a világgal, benne is milyen indulatokat tud kelteni a politika. És nekem az a tanácsom: én azt mondom, hogy ezekkel az indulatokkal van dolga az emberrel. Részt kell venni a közéletben, gondolkodni kell politikáról, tájékozódni kell politikával kapcsolatosan és megvizsgálni saját magunkban, akár buddhista módon, hogy milyen érzelmeket, milyen indulatokat vált ki ez belőlünk, ez miért van, és ezzel mit tudunk kezdeni. És ez alapján a jövőben, a politikában aktívabban, produktívabban tudunk részt venni, és az életünket is nyugodtabban tudjuk élni, egy minőségibb közösségre is pozitívan ható életet tudunk élni. Én ezt tudom javasolni mindenkinek. Nekem ebben nagyon sokat segített a buddhizmus is. Én nagyon-nagyon sok szálon tudok kapcsolódni a buddhizmushoz, de én nem tartom helyesnek ezt az egyéni kivonulás szálat. Én nagyon sok szálon tudok kapcsolódni a kereszténységhez is, a taoizmust nagyon szeretem, mint filozófiát, nekem nagyon sokat segített, és nekem a sztoicizmus is elképesztően sokat segített, még fogok is erről beszélni a jövőben, ugyanis idén, meg tavaly már jelennek meg a sztoicizmus filozófiáját taglaló könyvek, és ezekről azt gondolom, hogy érdemes beszélni, mert ma, a XXI. században szerintem a sztoikus filozófia a legrelevánsabb, amely legjobban beilleszthető a mindennapjainkba úgy, hogy nem kell kivonulnunk a társadalomba, de amíg ezt megtesszük, hogy stoikus filozófusok könyveit fogjuk olvasni, addig is thank you very much, hölgyeim és uraim, szálljanak a grippenek jó széllel, lehetőleg úgy, hogy ne bombázzák le Ukrajnát mindeközben, és ne is vonuljanak el buddhista módon, hanem a buddhizmus elemeit elsajátítva egyfajta minőségibb életet élnek, és ezáltal hozzájárulnak a közösség Kollektív szellemiségéhez és mentális egészségéhez, na jó, befejeztem, erről bármennyit tudnék beszélni, és fogok is majd nem bármennyit, de valamennyit még beszélni. Sorry, seriously, uh, can I give you some fruit juice or coke?